Minden advent kegyelem, vétkem jóvá tehetem. Minden advent vigalom, Isten Úr a viharon. Minden advent érkezés, átölel egy drága kéz. Minden advent alkalom, győzhetsz saját magadon. Minden advent ítélet, így kellene, s így élek. Minden advent remegés, Isten felé epedés. Minden advent ima is, Uram, fogadj be ma is. Ürögdi Ferenc Minden advent című rövid versével köszöntöm kedves nézőinket 731. adásunkban, amikor már lassan a harmadik adventi gyertyai lángja is fellobban, jelezvén, hogy egyre közelebb van a szeretet ünnepe. Mai műsorunkban röviden beszámolunk a Mikulás váró ünnepségekről Pancsován és más településeken, majd a Kárpát-medencei imanapról készült képes összefoglalónkat láthatják. Adásunk folytatásában visszatekintünk a nyári eseményekre. A Hertelendi Falvi Református Egyház által megszervezett erdélyi kirándulásról és a Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület Gyergyó Alfaluban tett vendégszerepléséről készítettünk összeállítást. Mai 731. adásunkhoz mindenkinek jó vételt kívánunk! December 6-a Szent Miklós napja. A gyerekek és mindenki, aki még szeretne hinni a csodában, örömmel várják a Mikulás napját, hogy ajándékozásával a szeretetet, egymásra figyelést, néhol intelmet váltson ki a nagyszokálló bácsi, aki puttonyából osztogatja a kitisztított cipőcskékbe ajándékait. Pancsován a Borromeo Szent Károly katolikus templomban közel 20 gyermek örvendezhetett az ajándékcsomagoknak. A Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületben hagyományossá vált a Mikulás várás. A várakozási időszakot kézműves foglalkozással rövidítették, majd minden gyerek külön szavalattal, személyes beszélgetéssel érdemelte ki az ajándékot. Székely Kevin, a Szent István templom idén is benépesedett a kicsinyek ünnepén, hiszen december 5-én közel 130-an kapták meg a Mikulás ajándékát, alsós, óvodás és azoktól kisebb gyerekek. Mert szép a hagyomány, és jó hinni a csodákban. A Kárpát-medencei imanapot 11. alkalommal tartották meg szélesebb hazánkban, sok református gyülekezetben. Az imanap meghirdetett időpontja december első vasárnapja volt, de Délbánátban egy héttel később, december 10-én zárkózott fel a Torontálvásárhelyi és a Hertelendi Falvi Református Egyházközség ehhez a mozgalomhoz. Az idei programfüzetet az anyaországi Tiszán Inneni Református Nőszövetség állította össze. A világra, amely üldözi a keresztényeket, ma nem ítéletet kell kérni, hanem a lélek tüzét. Ez fordíthatja meg a világot, és ez változtatja meg a szíveket. Ez üzi el a gyűlöletet, és teremti meg az egymás befogadását és a szeretetet. Ez a lélek őket is, és minket is megváltoztat. A misszióért kell könyörögni, amely minket most a reformációra való emlékezésben megújít, a világ szemét pedig megnyitja a Krisztusban lévő gazdagság, kegyelem, gyógyulás és megáldások meglátására. Áll Csomós József a Tiszán Inneni Református Egyházkerület püspökének köszöntésében. Hertelendi falván a kijelölt énekek buzgó hangjai után az alkalmi igeszakasz, Ezékiel könyve 47. rész első 12 vers tanítására építkezve Halász Béla püspök hirdette Isten igéjét, kihangsúlyozva, hogy a forrás milyen fontos életünkben, hogy miből táplálkozunk. A reformáció 500 éves évfordulóján is arra emlékezünk, hogy a reformátorok rámutattak a tiszta forrásra, a Szentírásra. A felhangzott imádságok is az Anyaszentegyházért, nemzetünkért, a nőszövetségért, a családokért és az iskolákért könyörögtek. Hasonlóképpen volt Torontálvásárhelyen, ahol a gyülekezeti otthonban jöttek össze fiatalabbak és idősek egyaránt.
Két felsős diák a liturgikus füzetből való fölolvasással szolgált, majd az igei szavai szóltak Beszédes Mária lelkésznő által. Az imádságok itt is lélekben felemelkedve szálltak a magasba. A nemzeti ima és az elbocsátó áldás előtt az adventi terítékre tea és sütemények is felkerültek. A Hertelendi Falvi Református Egyház gyülekezeti tagjai, közel 30-an, Szilágyi Zoltán ifjú lelkész és felesége Judit tiszteletes asszony vezetésével augusztus idusán többnapos kiránduláson voltak Erdélyben. Brassó és környéke, valamint Székelyföld bebarangolása volt az utazás célja, ami meg is valósult. Ezen felül pedig a meglátogatott oldhévízi közösség vendégszeretete hagyott maradandó emléket a látogatók szívében. Az utazás során készült fényképekkel adunk egy rövid betekintést a kirándulás mozzanataiba, ezúttal is bátorítva az utazásra azokat, akik még nem voltak e tájon. Hertelendi Falvi Tamási Áron, Székely Magyar Művelődési Egyesület gyermekcsoportjának és a vezetőség néhány tagjának július elején megadatott a lehetőség, hogy Gyergyó Alfaluba látogasson az ottani Domokos Pál Péter hagyományőrző egyesület meghívására. A házigazdák határtalan vendégszeretete, az új baráti kapcsolatok köteléke és a székelyföldi táj megragadó szépsége volt az, amit a gyerekek és felnőttek magukkal hozhattak emlékbe. A közös műsor néhány mozzanatával Hunyadi Irénke, a Domokos Pál Péter Hagyományőrző Egyesület vezetőjének és Gál Szabolcs,
Gyergyó Alfalu polgármesterének köszöntőjével, valamint az utazás és a közös kirándulások alkalmával készült fényképekkel mutatjuk be az eseményt, amely a több száz kilométer távolság ellenére oly közel tudta hozni e két közösség tagjait. Szeretettel köszöntöm legelső sorban vendégeinket, Szerbiából, Hertelenni falváról, akik a tavaly júniusában minket vendégül láttak testvéri szeretettel, és most sikerült nekünk is ugyanazt megtenni ezen a nyáron. A mai estén felkérem Gál Szabolcs polgármester urat, hogy köszöntse őket. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, elsősorban természetesen a vendégeket, de ugyanakkor a helyvédőket is, akik eljöttek, hogy megtiszteljék ezt a találkozást, az együttlét lehetőségét. Én örömmel vettem tudomásul azt is, amikor először ennek a kapcsolatteremtésnek a lehetősége felmerült, felvetődött, ugye Vilmos és Ilona, illetve a kedves anyósom Vera voltak azok, akik ennek a lehetőségnek ugye a magját elvetették, és szerencsére, hogy ez termőtalajba kerül, és nem utolsó sorban lelkes támogatói, lelkes gondozói lettek annak, hogy ez a kapcsolat megvalósulhasson, kibontakozhasson, és hát tulajdonképpen ugye gyerekeink számára egy felejthetetlen élményé nője ki magát. Én köszönöm mindazok számára, hogy ezt a lehetőséget megadták. Valahogy egy olyan dolog volt, amire nem is számítottunk, nem is gondoltunk, és akkor úgy jött, hogy na, itt van a lehetőség a mi táncosaink számára. Rég nem jártak, akkor menjenek el, mutassák be azt, hogy itt van, mit sikerült összehozni, mit sikerült tanulni, milyen értékeket képviselünk mi. És ugye, ahogy elmennek vissza, hazfele jövett, tehát hazajövett mindenki áradt az elégedettségtől, hogy mennyire jó volt, mennyire hasznosan telt, és mennyire érzelmi töltete volt az egész dolognak. Ugyanakkor nemrég Hunyadi Irénke jelentette be, hogy jön a csapat, és akkor lehet őket fogadni. Köszönet a szülőknek, akik ugyanúgy jöttek és azt mondták, hogy ők szívesen lekapcsolódnak ebbe a történetbe, és viszont fogadják a vajdasági gyerekeket, illetve a kísérőket. Ez a kapcsolat szerintem, ha mindannyian úgy érezzük és úgy látjuk, akkor fejlődhet, akár a spéltelepülési kapcsolatá is. Ez természetesen attól függ, hogy mit szeretnénk mi, mit szeretnénk, hogy kihozzunk ebből az egész dologból. Köszöntöm még egyszer mindannyiukat, és kívánok egy kellemes időt. Gombolyakként kibomolva tekerül le András falva. Futófonál az orsóról, szőttest hoztunk önmagunkról. Évszázadba belenyúlva vagyunk immár a falunkba. Nagyapáim szekérsora, ide találtunk nyomorba. 4000 indultak át délbánátba, találnának új otthonra, új otthonra, új hazára, ne pedig bújdosásra. A múltunkról írás maradt, nem volt egy betevő falat. Oldusbotra jutott a név, könyörögtek kegyelemért. Messze maradt magunk mögött, őrizze még ennél ezer. Kopja fel a vésedemet, rájtnek sok-sok portrettemet. Az ötödik nemzedék vagyunk, fejlődéssel lépést tartunk. Sorainkból szakmunkás, mérnököt, tanár és orvost adunk. Színes szőttes műsorunkban mindannyian benne vagyunk. Benne van múltunk, jelenünk, jövőnk. Benne van keserünk és örömünk. Ezzel az örömmel mindenkit köszöntünk. Isten segíts,
Fogadj Isten, Hadik falva, József falva és András falva. Ezekből a bukovinai falvakból jöttek őseink a 19. század végén, 1883 tavaszán. Mintegy 4000-en találtak új otthonra nagyapáink az altonai telepeken. Székelykevén Maszkorenovát, Sándorekházán, Magdivanovat és Erdelendi falván Pavoldovicán. Azóta élnek ezekben a falvakban székek. Találunk időt arra is, hogy ápoljuk hagyományainkat egyesületeinkben, egyházainkban. Amatőrként működünk, és ebben a munkában szőjük bele nyelvünk ápolását évtizedek óta. Színes szőtteseink, varrottasaink vonala összekött nemzettársainkkal határon innen és túl. Mindenki.
Köszönjük, hogy ma is minket választottak. A könyvbarátoknak szól a hirdetés, hogy Székely Kevin ma, december 14-én 13 és 19 óra között a művelődési otthon termében karácsonyi könyvvásárt szerveznek. Ez alkalommal a Biacsi Ervin könyvbolt tulajdonos örvendezteti meg az olvasókat újabb kiadványok bemutatásával, de lesz az óvodások számára játékvásár és karácsonyi díszek kiállítása is. Tehát ez is egy szép alkalom lesz azok részére, akik még karácsonyi ajándékuk után kutatnak. Az előttünk álló hétvégén, december 16-án tartják meg Fejértelepen az idei, sorrendben 21. délbánáti karácsonyi szokások és betlehemes játékok találkozóját. A vendégeket 14 órától várják, majd 14 óra 30 perckor lesz a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szervezésében a Szent László kiállítás megnyitója. Az ünnepi műsor 15 órakor kezdődik, majd azt követően 17 óra 30 perckor a Mentés másként együttes koncertjén vehetnek részt a jelenlevők, amelyet táncház követ. A szervezők szeretettel várják a résztvevőket és vendégeket egyaránt. Hirdetjük, hogy Székely Kevin karácsony másnapján, Szent István napján karácsonyi báli mulatságot szerveznek a művelődési otthon termében. A talpalávalót a Székely Kevei, Imi és Misu, valamint vendégzenészként Kenderesi Róbert hegedűs húzza majd. A belépőjegy ára mindössze 250 dinár. Mai adásunk ismétlését vasárnap este 8 órakor láthatják, új tartalommal pedig mához egy hétre csütörtökön délután 12:30-kor jelentkezünk. Akkor is várjuk Önöket a képernyők elé. Viszontlátásra!